Orbán Viktor miniszterelnök egy éven belül másodjára találkozott Ferenc pápával. Ezúttal a Vatikánban folytattak az előzőnél jobb hangulatú beszélgetést. A pápa korábban többször bírálta a magyar kormányt, amiért nem fogadott be közelkeleti menekülteket. A csütörtöki látogatáson azonban egy Szent Márton tábrázoló plakettet ajándékozott Orbán Viktornak, amiért kiállt Ukrajna függetlensége mellett és félmillió menekültnek biztosított menedéket. A magyar kormányfő a 45 perces audiencia után egy TV interjúban elmondta, szimbolikus jelentőségű, hogy választási győzelme után a Vatikán meghívását fogadta el elsőként. A katolikus egyházfővel ugyanis egyetértenek abban, hogy a családokat védeni és támogatni kell, és Magyarországnak diplomáciailag mindent meg kell tennie, hogy Ukrajnában mielőbb béke legyen. Mielőtt tovább indult volna az olasz szélsőjobboldal vezetőjéhez, az orosz barát Matteo Salvinihez, a miniszterelnök arra kérte a pápát, hogy jövőre látogasson el Magyarországra. Korábbi három győzelme után mindig Varsóba vezetett Orbán Viktor első útja, a lengyel és a magyar vezetés azonban elhidegült egymástól, az ukrajnai háború gyökeresen eltérő megítélése miatt.